Az enyhe időjárás miatt megkezdődött az idei pollen szezon. A mogyoró virágpora már eléri az allergiás tüneteket kiváltó közepes szintet, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az éger, a ciprus, a tiszafélék, valamint már a kőris virágpora is jelen van a levegőben, azonban koncentrációjuk jellemzően még alacsony. A tünetek az allergén típusától és az allergiás reakció súlyosságától függenek, mondja a házi orvos. Némi köhögés is, ugye az asztmára hajlamosak azok köhögnek is, de jobbára a szénanátha. Ez az egyik leggyakoribb panasz, az emberek mintegy 10-30%-át érinti az egész világon, előbbi a megfázáshoz hasonló tüneteket okoz. Szelek is eléggé keverik a polleneket, úgyhogy számíthatunk arra, illetve számítottunk is arra, hogy az allergiák korábban kezdődnek, és mivel az a tanácsunk az allergiás betegeknek, hogy a várható idő előtt kezdjék legalább egy hónappal az allergiagyógyszert, ez itt kudarcba is fulladt ez a törekvés, mert erre most senki nincs felkészülve. Az allergia egyébként az immunrendszer túlműködésének következményeként fordul elő. A szervezet általában védi a testet a betolakodóktól, például vírusoktól és baktériumoktól, amelyek betegségeket okozhatnak. Az allergiás emberek immunrendszere azonban az ártalmatlan anyagokra, például pollenek, háziállatok szőre, poratka is úgy reagál, mintha káros lenne, és emiatt olyan folyamatok indulnak el az emberben, amelyek védekeznek ez ellen. Kezelés nélkül a légúti allergiás tünetek nem múlnak el, sőt, szövődményként asztma is jelentkezhet.